Csaknem 700 olyan közterület és intézménynév van Magyarországon, amelyek még mindig a kommunizmus emlékét őrzik. Ezt gyűjtötte most össze a Patrióták Szövetsége. Adásunk első felében erről lesz szó. A második részben pedig Horváth János, az országgyűlés legendás korelnökének életén keresztül beszélünk 1956-ról. Köszöntöm vendégeinket az első témában, Hetzman Róbertet, a Patrióták elnökét, Domonkos László író újságírót, és Mező Gábor újságírót. Önök az Ez itt a kérdés péntek esti adását látják október 29-én. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok, és itt van előttem egy könyv. Robert, ti csináltátok, a te neved szerepel rajta. Nagypapa ki volt Szabó Ervin? Hát Schlesinger Sámuel Ármin, válaszolok én, mint leendő nagypapa. Hát ugye ebben a könyvben... Mi ezzel a baj? Ugye nem csak életrajzi adatokat gyűjtöttünk össze, hanem nagyon tömören, nagyon velősen, szinte lexikonszerűen megírtuk, hogy mit követtek el ezek az urak és hölgyek, hát nem csak a magyar nemzet ellen, hanem egyáltalán az emberiség és emberiesség ellen. Ugyanis Magyarországon jelenleg, ahogy elhangzott, több mint 700, vagy hát közel 700 olyan utcanév található, ami bizonyítottan 20. századi önkényuralmi, tehát bolsevik önkényuralmi elnevezésnek minősül. Na, de annak az ország dacára, legnagyobb könyvtára is. És az ország legnagyobb könyvtára, és rengeteg intézmény, tehát az ország egyik legnagyobb könyvtára, így van, de van Károly Mihály gimnázium, van Martos Lóra kollégium, van Rajk László szakkollégium, van Schönherz Zoltán szakkollégium, kollégium Budapesten, és vidéken is vannak hasonló intézmények, annak dacára, hogy 2013 óta Magyarországon elméletileg nem lehetne kommunista utcanevekkel találkozni, hiszen jogszabályi tilalom alá esnek ezek az önkényuralmi elnevezések. Ennek ellenére ez a helyzet, és ez nem véletlen van így, nem csak a mulasztás és a hanyagság az oka annak, hogy Magyarországon ennyi kommunista utca és intézménynév található, hanem bizony van egyfajta nosztalgia ezzel a bolsevik világgal, világirányába, egyes helyekről ez tapasztalható, ami azért nagyon veszélyes, és tűrhetetlen és megengedhetetlen, mert ezzel teljes mértékben relativizálják a kommunista diktatúrát, semmibe veszik a kommunista diktatúra áldozatait, és szégyen gyalázat, hogy 30 évvel, több mint 30 évvel a rendszerváltozás után nem sikerült oda eljutni, hogy az önkényuralmi rendszereket egy mércén mérjük, és ne kettős mércén. Igen, de az önkormányzatoknak joguk van úgy elnevezni utcákat, ahogy el akarnak nevezni utcákat, vagy joguk van megtartani régi utcaneveket. És ugye annak idején, amikor a rendszerváltozás volt, nagyon sokan mondták azt, ugye akkor a Magyar Demokrata Fórum tarolt az önkormányzati választáson is, nagyon jó eredményt ért el, bár akkor az SZDSZ azért már bejött a képbe, hogy például azért is nem változtatnak meg nagyon sok utcanevet, mert egyrészt az ott lakók hozzászoktak, másrészt a postának nehezebb dolga lenne, és még 1 millió kifogás és indok volt. Tehát nem lehet ezeket valamilyen szinten tiszteletben tartani. Nyilván a szimbólummal, vagy az egésznek a szimbolikus értelmével azt gondolom, hogy mindenki, aki nem mondjuk a bolsevik marxista elveket követi, és a bolsevik marxistát nem véletlenül vontam össze, azoknak talán van valamiféle ilyen emlékezet, pozitív emlékezet ezzel kapcsolatban, de hát másoknak meg ez a természetes, ebben nőttek föl. Szóval én álságosnak érzem azt a... Én álságos vagyok. Nem, azt az általad idézett érvet, hogy ugye már megszokták, tehát ezek már olyan begyűkeresedett elnevezések, ez tényleg gyakori ér volt. Rendszeres indokok voltak az önkormányzatokban. Azért rettenetesen álságos, mert ha egy kicsit belegondolunk, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy egészen más húzódik meg ennek a jelenségnek a mélyén. Erre nézve nagyon rövid anekdotát csak azért mondok, mert nagyon jellemző lehet. Faludi György írja le, hogy 1945-ben fontos a dátum, meglátogatja a régi kedves barátját, Goda Gábort, aki egy 20-adrangú író lett később, de ez nem érdekes, és Goda Gábor azt mondja neki, hogy nagyon remélem, György, hogy te is be fogsz rövidesen illeszkedni itt a dolgokba, mert miénk a guba, miénk az egész guba,
Hát itt van a kutya elásva. Miénk az egész guba, ez azt jelenti, hogy minden a miénk most már, tehát miénk a buli gyerekek, le így is lehetne mondani. Ennek következtében ezt minden lehetséges módon éreztetni kell. Miután miénk a guba, mi vagyunk hatalmon, akkor rólunk, a mi embereinkről, a mi általunk képviselt mindenfajta ideológiai hitvallással kapcsolatos személyiségről legyen elnevezve is minden és mindenki. Utcák, terek, vagy akár könyvtár is. Na most Szabó Ervin, akiről szintén ugye nagy vita volt annak idején, hogy Szabó Ervinről van elnevezve az ország legnagyobb nemzeti könyvtárhálózatunk. Vérre menő vita alakult. 2010-ben volt ez a vita, annak idején jól emlékszünk rá, és Szabó Ervin kapcsán elhangzottak ugyanezek az érvek, csak éppen Szabó Ervinről nem lehet azt pontosan tudni, hogy mennyire szolgálta vajon, már pedig szolgálta, én úgy gondolom, ezt a bizonyos miénk a guba alapállás. Tehát Szabó Ervin mennyire volt igazán az meghalt ő emberük. Mielőtt benne 18-ban, volna. Így van, 18-ban meghalt, de nagyon érdekes dolog, Szabó Ervin olyannyira az ő gubájuk szolgálta, annyira az ő gubájuk embere volt, hogy így mondjam, hogy Szabó Ervin volt az, itt van előttem Marx Engels válogatott művei, valószínűleg a legeslegelső magyar nyelvű kiadás, Policer Zsigmond és fia könyvkeresedése 1905-ben, ennek a kötetnek a teljes anyagát szerkesztette, bevezetésekkel és jegyzetekkel kísérte, és a fordítást átnézte Szabó Ervin. Tehát Szabó Ervin ideológiai elkötelezettsége egyértelmű. Ez abból a szempontból is fontos, és mindjárt Gábor, az ő véleményére is kíváncsi vagyok ebből a szempontból, hogy abban a nagyon elítélt, hihetetlenül elnyomó rendszerben, amit ugye az osztrák-magyar monarchia jelentett legalábbis az újkori szocialista újságírás szerint, 1905-ben ez a könyv megjelenhetett. Igen. Tehát teljes sajtó és véleményszabadság. Így van. Gábor. Hát ugye akkor egy kicsit ragadjunk le Szabó Ervinnél, mégis ő van ugye a címben is, és ő a legfontosabb figura igazából közülük, őt is védik a legjobban, úgy vélem. Tehát Szabó Ervin a tényeknél maradva, ő ugye rávette Duczynska Ilona, igen. A Kominter ügynökét, aki bevallottan egy ilyen hazátlan, internacionalista fiatal lány volt, hogy ölje meg Tisza István miniszterelnököt, kövessen ellen egy merényletet. És Szabó Ervin, ki is képezték, Szabó Ervin még arra is rávette, hogy mivel itt idegen lesz Magyarországon, félő, hogy őt idegen ügynökként fogják kezelni, ahogyan egyébként az volt, tehát Moszkva ügynöke, nagyon röviden lefordítva, ezért lépjen be a galilei körbe, és akkor talán majd jobban el fogják fogadni. És erről is egyébként ezek kommunista források, ugye amikor még magasztalták ezt az egészet, ő be is lép, bár nem szereti őket, fölkészül az egészre, csak közben Tisza István lemond. És ő leírja, hogy gyászként élték meg, tehát úgy élték meg, mint Trianont, hogy nem tudta sajnos lelőni Tisza István miniszterelnököt. Nem sokon múlt időben. Nem sokon múlt, és egy ilyen embert ünneplünk, aki arra képes volt, hogy a saját hazájának a miniszterelnökét agyolövesse egy fiatal egyébként, mai tudásunk szerint végül is agymosott lányjal. Gábor, ünneplünk, vagy csak egyszerűen fönhagyjuk a nevét? Hogy? Fönhagyjuk a nevét a Szabó Ervin téren, meg a könyvtáron. Annak is üzenete van. Igen, ez a fontos. Tehát, hogy, oké, de akkor hogyan lehet rendbe rakni ezt az üzenetet? Mert ez a történet valóban megdöbbentő. Szerintem fogalma nincs senkinek arról, aki bemegy, vagy nagyon kevés embernek van fogalma arról, aki bemegy a Szabó Ervin könyvtárba, hogy ki is ez a fazon, azon kívül, hogy egy ilyen kis cikkeres, leginkább... klasszikus értelmiségi... Igen, de Trockyra ráadásul egy kicsit ilyen... Trockyra hasonlító fazon, és 1918-ban meghalt, mielőtt kitörtek volna a forradalmat. Könyvtárosi tevékenysége alatt üldözte valósággal a konzervatív keresztény irodalmat, és könyveket a akkoriban is volt már woke kultúra. Pont, és hát az annak megfelelő forradalmi szemlélet, egész elképesztő, amit könyvtárosként művelt, és az a hálózat, amit ott nem csak könyvtárosként, hanem hozzáteszem, erről is források tanúskodnak, hogy Szabó Ervin egész általános, mondjuk így, hogy ideológiai, azon
azon belül, hogy baloldali volt természetesen, egész ideológiai működése, egész ideológiai tevékenysége, alkotásai, ha úgy tetszik, azok olyan mértékben, olyan mélyen és olyan vadul voltak magyar ellenesek, kifejezetten magyar gyűlölők, mondjuk ki nyíltan magyar gyűlölők, hogy megdöbbentő, de például maga a nem különösebben nemzeti szelleműnek mondható Jászi Oszkár volt az egyik, aki mérsékletre próbálta inteni, még ő is, Révai Szabó József Ervint. Révai József is. Révai József később, amikor ez Révai József, az már később volt, Révai József kifejezetten túlzónak ítelte Szabó Ervin magyar ellenességét, Jászi Oszkár pedig, mert ugye ő kortársa volt, Jászi Oszkár pedig különböző hazafiatlan pózok túltengését veti Szabó Ervin szemére. Most képzeljük el, hogy ha Szabó Ervinhez képest Jászi Oszkár egy ártatlan, gátlásos óvodásnak minősíthető, meg körülbelül ez a helyzet, Révai Józsefről nem is beszélve, akkor valóságban ez a fajta üldözés, ez a fajta dühött és majdnem azt mondom, hogy zsigeri magyar ellenesség és magyar gyűlölet milyen mélységbe húzódhatott meg a Szabó Ervini ténykedésnek a mélyén, amit szociáldemokrata eszmékkel, baloldali eszmékkel fedett, na de emögött azt hiszem, hogy sokkal erről se tud senki sajnos, ezek sokkal mélyebben levő ideológiai, nagyon-nagyon szomorú és nagyon-nagyon megdöbbentő tények, amikre sokkal jobban kéne figyelni, én úgy gondolom. Hát ez a korabeli bolsevik típusú gondolkodásnak, és az anarcho-szindikalista gondolkodásnak, mert ugye ő maga anarcho-szindikalistának hallotta magát, ez egy jellegzetesség. Hogy nem is kommunista, hiszen ő anarcho-szindikalista. Nem, igen, volt. Sokkal keményebbnek tartotta magát. Oké, Robert, valóban több mint 700 utcanév, intézménynév van még. Elvileg ezek valamilyen az emlékezetben legalábbis szimbolizálják az önkényuralomhoz való tartozást. És erre törvény van. Hát akkor miért nem lép a törvény ennek a végrehajtására? Hát azt gondoltuk, hogy ezt így civil eszközökkel egy kicsit felgyorsítjuk és megerősítjük. Vannak azért eszközeink, úgy hívják, hogy közérdekű bejelentést. Ezeket megtettük. Gyakorlatilag a jogszabály hivatkozással, a pontos utcanév helyszín megjelölésével a törvényességi felügyelethez fordultunk. Minden egyes ilyen utcanév esetében ez 700 darab közérdekű bejelentést jelent a kormányhivatalok felé, és meg is indultak ezek az eljárások. Ez most már egy három éve tartó történet, csak azóta volt Magyarországon legalább három választás, volt a koronavírusnak legalább három hulláma, tehát csupa olyan intermezzók közbejöttek, ami miatt ezek az eljárások mindig megakadtak, de ennek ellenére több tucat utcanév átnevezésére már sor került, ezek benne is vannak egyébként a kötetben, de a legnagyobb sajnálatunkra Szabó Ervinnek, aki ugye hát ahogy elhangzott, nem véletlen került a kötetnek a címébe, hiszen, hogy Gábor is mondta, akit a legjobban védenek talán ezek közül, a védhetetlen személyek közül, és hát pontosan erről van szó, hogy gyakorlatilag a Magyar Tudományos Akadémia dönti azt el, hogy ki az, aki 20. századi önkényuralmi szereplőnek minősül, és ki az, aki nem. És Szabó Ervinnél pofátlan és aljas és cinikus módon azt állították, hogy mivel 1918-ban meghalt, tehát nem vehetett részt a tanácsköztársaság idején, kommunista diktatúrában, így a személye nem kapcsolódik oda. Halkan jegyzem meg, hogy ez a nagyvonalúság például Tormai Cecil esetén nem érvényesült, aki ugyan 1937-ben meghalt, de mint az MTA megállapítja, fasisztikus nézetei hozzájárultak a fasizmus kialakulásához. Elképesztő. Miért van az, hogy a baloldalhoz köthető személyiségeket jobban elfogadja akár a tudomány? Hát akár a tudomány test azért jó, oké, tehát mondjuk az akadémiának az a része elfogadja a baloldalhoz köthető személyiségeket, másokat nem. Egyébként Gábor, amit mondtál, ugye itt a Duczynska Ilona sztori, tehát ez önmagában egy olyan sztori, amit ha megírnak, akár még dramatizálható is, akkor tényleg lerántja arról a fajta anarcho-szindikalista szemléletről, ami Szabó Ervin sajátja volt, a leplet, de
de nem nagyon jelenik meg a köztudatban, tehát erről nem tudunk. És az, hogy mondjuk, bocsánat, de itt van Jurij Gagarin neve, azon én is elgondolkodnék, mert végül is egy katonatiszt volt, aki szerintem nem lőtt le senkit, az űrkutatásban fontos személyiség volt, mégiscsak az első ember az űrben, tudomásunk szerint, bár erről is vannak összeesküvés elméletek. Nem biztos, hogy őt le kell venni. A mellette lévő Garbai Sándor, és lehetne még sorolni, azoknál bizony el kell gondolkodni. Azért Dudzinska azért is érdekes még említeni, mert egyrésztről tudjuk, hogy mit csinál 19-ben, ezt egyébként a hívei és a méltatója azért igyekeznek ezt is kisebbíteni. A kapcsolatrendszer. Ő a külügyi népbiztosságon dolgozott, mint propagandista, és azért vélelmezhetjük, hogy Szabó Ervin minimumot dolgozott volna, de valószínűleg az ő tekintélyével és kapcsolati rendszerével még magasabban. Azt is tudjuk Szabó Ervinről, hogy részt vett a tanácsköztársaság megszületésében, a röplapozásban, az egész bomlasztásában, hát későbbi kommunista emlékiratokban ugye hálásak neki, hogy micsoda nagy szerepe volt ebbe. Tehát ilyen alapon egyébként Tolmai Cecillel ellentétben ő valóban részt vett ennek a megteremtésében, csak saját pekhére ugye meghalt, mert már egy nagyon beteg ember volt. És hát ne felejtsd, Szabad Gábor, de a tanácsköztársaság egyik első intézkedése volt, hogy ezt a bizonyos fővárosi könyvtárhálózatot Szabó Ervinről nevezték el. Ez kétség. Ez az a hála igazából. Így van. És az azokodásnak a magyarázata, meg szerintem ott keresendő ma is, hogy az akadémiától kezdve olyan makacsú ragaszkodnak, és olyan nehezen nem akarják feladni, ez döntően, ne szépítsük, ez döntően hatalmi vagy hatalomtechnikai kérdés, én úgy gondolom. Tehát azzal, hogyha én bárhol aki és bárhol... az emlékezetet, pontosan az így van, és akiről én elnevezem az utcákat, a tereket, a könyvtárat, bármit, az én vagyok, az a hatalom. Ez annak a jelzése... Nálam van a guba. Nálam van a guba, pontosan, ez a gubára vezethető vissza, pontosan így van. Tehát én éreztetem azt, hogy azért itt vagyunk mi még elvtársak. Azért nem vagyunk mi még, azért még azért vagyunk. Azért vagyunk még. Figyeljetek csak oda. Azért van. És Szabó Ervin van. És nem adjuk fel könnyen. Innen folytatjuk, de nézzük meg, tehát ugye az utcaneveket a rendszerváltozás után kezdték el átnevezni, és találtunk egy akkori híradós bejátszót, ami tükrözi, hogy hogyan viszonyultak a témához akkor az emberek. Nézzük csak meg. Önök tanúsíthatják, hogy a névcsere lehet ugyan gyors, de nem garantáltan tartós. Sőt, kiderül, hogy sokféleképpen bonyodalmas, mert Gorki fasorból Vilma királyné nem is olyan jó. A november 7 teret ugye nem valószínű, hogy valaki Mussolinira akarná visszarendezni, oktogonra inkább. És míg az élmunkásból könnyen lesz megint leheltér, Majakovszkiból királyt csinálni, ahogy az utcát régen hívták, hát... A főváros minden esetre eltére rendcsináló tervezetet fogalmazott, és ezt a Budapesti Népfront Bizottságommal véleményezték. Olykor ők is zavarba jöttek, de azért kimondták, hogy a lakosságot közvetlenül illesse döntési szabadság a kerületi tanácsok által a névváltoztatásra. S ha változik, az végre maradjon végleges. Továbbá, ha visszaállítanak vagy új nevet adnak, az lehetőleg a környék sajátos hangulatának, történetének vagy történelmének tükre megjelenítője legyen. Az bizonyos, a visszaigazított, újrafestett nevek között megint csak sokáig kóborolhat előbb a postás, aztán a címkereső ember. És mindezt kimondták a Népfront Budapesti Bizottságán, a Népköztársaság útján, az egykori Sugár, a későbbi Andrássy, a még későbbi Magyar Ifjúság útján. Hogy holnap hogyan nevezik, erre talán még javaslat sem született. Hát így ment ez, és ezek szerint nem sok minden változott, pedig hát több ciklus is volt, amikor változtatták az utcaneveket. Hát azért rendszerváltáskor azért elég soktól meg tudtunk szabadulni, tehát ha volt egy kis jó érzés, egy itt kis csomó tetregésség. Csomó Marx megmaradt akkor. Igen, valami és a mai napig vannak Marx Károly utcák, tehát és egészen elképesztő az akadémia Marx Károly esetében is egy ilyen elkenegető állásfoglalást alkotott, amit így is lehet értelmezni, de talán úgy is, de lényeg az, hogy hát ugye ő sem élt a mondjuk a sztálinizmus idején, más kérdés, hogy az ő nézetrendszere volt az, amiből ez az egész kis harjat. Nem lett volna a sztálinizmus, hanem is marxizmus. Hát ami viszont én itt azt mondom, hogy föltétlen vigasz lehet, ez mondjuk úgy, hogy a néplélektan vagy a népszokás
rendszere, vagy szokás joga, akár így is mondhatom, mert én emlékszem rá, én nagyon sokat voltam vidéki gyerek létemben, nagyon sokat voltam Budapesten annak idején, 60-as években, és a 6. kerületben lakott a nagynéném, soha az életben nem mondta Rudas László utcának a Podmanicki utcát, mindig Podmanicki utcát mondott, ő is, a férje is, oktogont mondott, nem, soha nem mondott Élmunkás hidat, csak Ferdinánd hidat, stb. És csak a közvetlen környékre vonatkozik, és a szülővárosomban, Szegeden, ahol a egyik legnagyobb tér, ahol a később buszmegállót építettek, a Marx tér, azt a világon mindenki, gyerekkoromban is Mars térnek hívta, hogy már úgyra hívják, tehát a népi elnevezés, a néplélek, arra nem hat ez a fajta néhány évtizedre kiterjedő erőltetett manipuláció, azok makacsul egymás között hosszú időn át, teljesen függetlenül attól, hogy Révai uralkodik, vagy Kádár, vagy teljesen mindegy, hogy ki van, attól az még Mars tér, Podmanicki utca, Ferdinánd híd, hát és a többi. Egy nemzedékig. Tovább nekem is meglepett, hogy ez most már fordítva működik. Tehát most meg már a Marx, hogy a Moszkva teret mindig Kalefnek hívták, és most meg visszatért, most meg már Moszkva terezik. Most már Moszkva terezik. Ez hát a felszabadulás térről hallottam, hogy felszab térnek mondják így játékosan a Ferenciek terét, de én ezt nem érzem ilyen kizárólagosnak. Ez most egy kicsit billenőben van, de én úgy érzem, hogy a népi szokásrendszerben, hogy mondjam így, ösztönös tiltakozás is van. Tehát ezt kimondani, hogy és akkor elmegyek és találkozzunk a november 7 téren. Hát meg kimondani is borzalmas, ellenem mond. Jó, de én azt gondolom, hogy ezzel nincs is probléma, László. Azzal van probléma, hogy ezek szerint még mindig van ellenállás. Van. Azzal így kapcsolatban. Van. Gábor, mondja. Mondhatok erre egy példát, mert szerintem ez nagyon fontos. A Sebes Gábor írta Nagy Imrével kapcsolatban, hogy a jó kommunista legendája. És nagyon fontos, hogy ennek a társaságnak, ami sajnos azért még mindig eléggé uralja a narratívát és mindenféle tudományt, tényleg mindig szüksége van egy jó kommunistára. Tehát amíg elengedik Rákosit, elengedik ezt meg azt, Rajk Lászlót már nem annyira akarják elengedni, Nagy Imrét már nem annyira akarják elengedni, Szabó Ervint már abszolút nem akarják elengedni, és ennek köszönhető az, hogy mondjuk a rendszerváltás során a Marx utcák és terek még jobban megmaradnak, mert hogy ők még igazából ilyen felmenthetők. Mindig keresniük kell olyan figurákat, akik nem teljesen menthetetlenek, akikről még azért el lehet mondani, hogy azért idealisták voltak, esetleg véletlenül nem öltek meg saját kezükkel embert, mert ilyen is előfordult, és akkor hozzájuk lehet még így ragaszkodni, és ezzel lehet ezt erősíteni, ezt a nagy mesét a kommunizmusról, ami mindig így átalakul, mindig megjavul, mindig reformálódik. És mindig jót akar, ugye ez nagyon fontos, hogy mindig csak jót akar. Mindig ott vannak. Igen, hát fontosgatni lehet. Bocsánat, de nektek ugye tapasztalataitok vannak az önkormányzatokkal kapcsolatban, ott milyen reakciók van? Teljesen vegyes, tehát van olyan önkormányzat, amelyik függ attól, önként... hogy milyen vezetésű az önkormányzat. Hát, szeretném azt mondani, hogy igen, de nem tudom ezt mondani. Függetlenül, hogy jobboldali vagy baloldali. Sajnos jobboldali önkormányzatok is akadnak, akik nem tudok szebb szavakat használni, elszabotálják ezt a törvényt, de azért hadd említse meg a pozitív példákat. Pápaváros önkormányzata, ott a kormányhivatal elkaszálta a beadványt, hiszen Szabó Ervint az akadémia felmentette, de a helyi lakók fordultak a polgármester úrhoz, és Pápaváros önkormányzata átnevezte a Szabó Ervin utat, úgyhogy ilyen is van. Meg van olyan önkormányzat is, Nyírbátor önkormányzata, ez egy baloldali vezetés önkormányzat, amelyik perre ment egészen konkrétan az ott található kommunista utcanevekkel. Az egyik az egy Zalka Máté utca volt, a többit is ki hát tudjuk keresni. Máté Szalkáról származott. Igen, igen. És három kommunista utcanév, talán egy Rajk László is volt a háromból, és végül is ott az megtörtént, aminek egyébként mintaszerűen működnie kellene, hogy addig ment a per, amíg a kúriáig is eljutott, és a kúria is azt, és az alkotmánybíróságra is eljutott ez, és azt mondták, hogy de nem lehet. De igen, de nem, ugye ment a vita, és végül az önkormányzat nem hajtotta végre az ítéletet, ezért a törvényességi felügyelet, a kormányhivatal átnevezte ezeket az utcákat, azt hiszem Szent István utca lett az egyik. Tehát azért ilyen történet is van ebben az elmúlt pár évben. Közeledünk a beszélgetés végéhez, és ugye belevágtunk, de nem vittük végig. Miért van ez a kettős mérce a közéletben szerintetek? Mi az oka annak, hogy a baloldali vagy kommunista, nevezzük így, mert végül is itt elsősorban a kommunista nevekről szó, azok kevésbé szúrják a szemét bizonyos embereknek, bizonyos önkormányzatoknak, bizonyos hivataloknak, bizonyos tudományos testületeknek, mint például Tormai Cecil, akinek az irodalmi munkásságáról
par excellence esztétikai szinten lehet vitatkozni, de ettől függetlenül soha semmi olyat nem csinált azon kívül, hogy írt bizonyos dolgokat, amit adott esetben Szabó Ervin Dudzsinszka Ilonára rá akart oktrojálni, aki egyébként szívesen vállalta a gyilkosság, vagy a gyilkos szerepét. Miért van ez? Gyakorlatilag nem csak Magyarországon, egész Európában a szellem életet fogságban tartja egy ilyen neomarxista, balos gyökerű polip, nem tudom ezt szebben megfogalmazni, ami folyamatosan a saját mércéin méregeti ezeket a dolgokat, ugye a kettős mércén, az egyik kezében a balos mérce van, ott mindig mindenki jót akart és szép volt, és aki már nagyon vállalhatatlan, azt esetleg elengedik, a másik mércén pedig mindenki fasiszta, és ez a jobb oldali mérce, csak ugye ezt itt most felesleges ilyen oldalakra bontani, mert az igazság az nem bomlik oldalakra szét, tehát ez egyféleképpen történt, a 20. században ez a bolsevik típusú diktatúra 10 milliók, egyenesen 100 millióig tart a becslés, rengeteg ember halálát okozta, elképesztő szenvedést szabadított az emberiségre, nem csak Magyarországra, nem csak Európára, és ez megengedhetetlen, hogy a szellemi életben egy ilyen kettős mérce érvényesüljön, és gyakorlatilag ezek az áldozatok, akiknek az emlékébe egyébként ezt a könyvet is ajánlottuk, hogy ezeknek az áldozatoktól mindaddig senkinek a bocsánatkérése nem őszinte, amíg ez a kettős mérce ez megengedett. Ez nem mehet így tovább. Én nagyon szépen köszönöm. Ebben a műsorban ennyi időnk volt erre a témára. Én mindenkinek javaslom, hogy nézzen bele ebbe a könyvbe, vagy olvassa el. Érdekes dokumentumok vannak benne, érdekes nevek vannak benne. Akkor megyünk tovább. Horváth János, aki megélte és megszenvedte a nyilas és kommunista diktatúrát 1956 után, megtapasztalhatta az emigrációs lét nehézségeit, végül aktívan bekapcsolódhatott a rendszerváltoztatás utáni magyar belpolitikába, melynek köztiszteletben álló mértékadó személyisége volt. Róla beszélgetünk nem sokára, de előtte nézzük meg, hogyan emlékeztek rá, és 1956-ra a Magyarság Kutatóintézet konferenciáján. It was not that we Hungarians did something wrong here or there. We were betrayed. Így emlékezett vissza a szovjet megszállás borzalmaira Horváth János. A parlament egykori korelnöke a 40-es években kezdett a politikával foglalkozni. 1944-ben a gestapó tartóztatta le és zárt a börtönbe. 1947-ben koholt vádak alapján kényszermunkatáborba zárták, majd az 56-os forradalom leverését követően Amerikába menekült. A rendszerváltás után hazaköltözött, 1998 és 2014 között pedig hazánk egyik országgyűlési képviselője volt. Most az, hogy a kínzások milyenek voltak, én erről nem beszélnék, borzalmasak. A rendszerváltás történetét kutató intézet és archívum főigazgató helyettese azt mondja. A nyilasok uralma alatt veszélyes volt velük ellenkező véleményt hangoztatni. Ennek ellenére Horváth János már 20 évesen aktívan részt vett a politikában, és háború ellenes sajtóanyagokat terjesztett. Ezeknek a gyerekeknek, hát ezek fiatal emberek már alapvető célkitűzése volt, hogy az ország ne lépjen be a háborúba. Horváth Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára szerint a szovjetek uralma a nyilasokéhoz hasonlóan a félelemre épült. Ennek nem csak az erőszak, hanem a törvényesnek beállított jogi eljárások is eszközei voltak. Szerinte ez az időszak az önellentmondások időszaka is volt. Egyik pillanatban Kádár Jánost életfogytiglani halálbüntetése ítélik, majd aztán nem sokkal később ő lesz az ország első embere. Tehát egy ilyen libikókákon mennek keresztül még a legmagasabb szintű vezetők is, és ezért ez az egész rendszer a félelemre épül, mert más nem tartotta meg. Nézzék meg, 1956-ot, október 23-án volt egy szent pillanat, amikor az emberek elfelejtették a félelmet. Wittner Mária 1956-os halálra ítélt a rendszerváltás után is fennmaradt félelemről beszélt. A mai napig léteznek olyan történetek, amelyekről nem beszélnek az emberek. Ilyen például az, hogy a Váci fegyházban, amikor renoválták a sétaudvart, zsákszámra szedték össze a kivégzettek csontjait. Hangsúlyozta, a történészeknek az igazságot mindig ki kell mondaniuk, még akkor is, ha az kényelmetlen. A rendszerváltás után nem lehetett erről hallani. Miért?
kérdezem én. Súlyos bűnök vannak még, amik nem kerültek felszínre. Tudjuk azt, hogy a 301-es parcellába tömegsír van, amire rátették a kórházba operált, kürettel eltávolított gyerekeket. Ezt se kutatta senki. Wittner Mária kijelentette. A mai napig kényelmetlen dolog a szovjet megszállások bűneinek kutatása, mert az a félelem él az emberekben, hogy kegyvesztettek lehetnek miatta. Az egykori országgyűlési képviselő szerint fel kell tenni a kérdést, hogy mikor jobb kegyvesztettnek lenni, életünkben vagy életünk után. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, Horváth Lugosi Gábor főigazgatót és Vízi László Tamás tudományos főigazgató helyettest a Magyarság Kutatóintézettől, valamint Szerencsés Károly történészt. Egy olyan személyiségről beszélgetünk most, aki a mindannyiunk történelmének, személyes történelmének is a része. Tehát egy olyan ember, akivel annak idején kezet foghattunk, akiről tudtuk, hogy máranyilasok ellen is harcolt. 1945-ben bekerült a nemzetgyűlésbe, az első szabad nemzetgyűlésbe. Három cikluson keresztül 98-tól országgyűlési képviselő volt. Tehát egy olyan ember, aki itt van velünk. Mit lehet többet mondani még Horváth János képviselő úrral, aki ráadásul egy olyan jellegzetes jelenség volt, a hangja is olyan volt, hogy megszólalt a parlamentben, akkor arra oda kellett figyelni. Mi az, amivel ki lehet még egészíteni ezt a képet? Hát szerintem, hogyha én kapom igen, a szót, igen. Akkor én, mint családtag, ugye nagybátyámról van szó, nem csak a politikai közéleti megnyilvánulásaira hívnám fel a figyelmet, hanem kiegészíteném azokat azokkal az emberi tulajdonságokkal, lehet, hogy ezt kevésbé ismeri a magyar nemzet, a magyar társadalom, amelyek Horváth Jánost jellemezték, és ez a konferencia is, amit most szerveztünk, ez bepillantást adott az ő személyes gondolatvilágába, az ő hozzáállásába, az ő hazaszeretetébe, és arra gondoltunk kollégáimmal, hogy amikor egy újfajta konferencia struktúrát létrehozunk, akkor 56-ról nem csak az eseményekről, mint egy kronológiai sorrendről beszélünk, hanem egy emberen keresztül próbáljuk minél közelebb hozni a személyek, a nézőkhöz, vagy a mai emberekhez az eseményeket. És hát János bátyám erre szerintem kiválóan alkalmas személy volt, ugye 100 évet megélt, aktív részese volt, politikai részese volt, de azért a cecei gyökereket soha nem tagadta, transatlanti kapcsolatai megvoltak, hát Amerikába töltött ugye 4 évtizedet, tehát ő minden szempontból egy olyan személy volt, akin keresztül be lehet mutatni a 20. század Magyarországát, és benne 56-ot, aminek most ugye évfordulója volt. Igen, 56-ról beszélünk, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, de azért Horváth képviselő úrnak, vagy a nemzetgyűlés tagjának, vagy az 56-os forradalmárnak, melyik volt a vagy melyik lehetett a legfontosabb része az életének, hiszen ugyanúgy ott volt 1944-ben a nyilasok ellen, és kézbe vette a fegyvert, és ott volt a nemzetgyűlésben, és az első szabad magyar nemzetgyűlésben törvényt próbált alkotni a II. Világháború után. És mondhatnánk még tovább. Én azt gondolom, hogy a vezérgondolat, ami Horváth Jánost a 10-20-as éveitől kezdődően egészen élete végéig elkísérte, az a nemzeti függetlenség gondolata volt. Az a nemzeti függetlenség, amelyet ugye 1920-ban Magyarország a trianoni diktátummal ugyan visszanyert, persze milyen áron, és ezt a nemzeti függetlenséget a 20-as, 30-as években azért az akkori politikai elit azért megpróbálta meghatározóvá tenni, és amikor 1939 után Magyarország, vagy 1941 után belesodródott a II. Világháborúba, akkor ez a nemzeti függetlenség gondolata ez még erősebbé vált, különösen 1944. március 19-e, tehát a német megszállás után. Tehát nem véletlen,
hogy a 20-as éveinek az elején járó Horváth János, aki egyébként Teleki Pál gondolatain és Teleki Pál eszméjén nevelkedett fel, és annak a generációnak, és annak a gondolkodásnak volt valójában a szerves része, fiatal korától fogva ebben nevelkedett, hogy egyértelműen a nemzeti függetlenség mellett teszi le a lándzsát. És ahogy 1944-ben leteszi ezt a nemzeti függetlenség melletti gondolatot, ugyanez jön 1945 után is, hiszen 1945-ben Magyarország nem nyeri vissza a függetlenségét, nem nyeri vissza a szuverenitását. Hát pontosan tudjuk, hogy a német megszállást az a szovjet megszállás követi. Tehát Horváth János számára a nemzeti függetlenség gondolata, az annak az igénye, az valójában a németek ellen, a nyilasok ellen és a vörös hadsereg ellen ugyanúgy. Ez így van. És az 50-es évek is, és 1956-ban is, én azt gondolom, hogy Horváth János számára a nemzeti függetlenség volt az első számú kérdés. És összefogott, vagy ha kellett, kezet nyújtott Nagy Imrének is. És amikor az emigrációba kerül, akkor is a legfontosabb kérdések egyike, hogy hogyan lehetne az 1947-es, 48-as magyar emigrációt és az 1956-os emigrációt egy platformra hozni a nemzeti függetlenség érdekében. És akkor gondolat vége, a rendszerváltoztatás időpontjában Horváth János, én azt gondolom, hogy beteljesülni látta a magyar nemzeti függetlenség megvalósítását, hazajött, és ezért kapcsolódott be aktívan a politikába. Tehát egy nagyon szép ívet lehet erre a nemzeti függetlenségi gondolatra felfűzni. Politikus volt? Az első pillanattól kezdve politikus volt? És ezt azért kérdezem, Károly, mert erről már nagyon sokat beszéltünk ennél az asztalnál. 1945-ben az úgynevezett felszabadulás, vagy a szovjet megszállás, teljesen mindegy, kinek hogy ízlik, idején, amikor megalakul a nemzetgyűlés, akkor azok, akik benne voltak, talán még hihették, hogy itt valami demokrácia épül. De egészen nyilvánvalóan eldöntött tény volt, és nem Jaltában dőlt el, hanem már Teheránban, hogy mi soha nem kerülünk abba a bizonyos demokratikus, vagy a demokratikus oldalra. Mi vörös megszállás alá kerülünk. Hát erről most ne nyissunk vitát, inkább egy más alkalommal beszéljünk erről, mert éppen ezt próbáltam én ecsetelni, hogy milyen nagy szerepe van az embernek, aki alakítója, és itt elszenvedője is a történelemnek. Horváth János is ilyen volt, igen. Ő alakította a történelmet már a 40-es évek közepén, azzal, hogy a nyilasokkal szemben, a mai szóval civil szervezetekben, egyházi szervezetekben, vagy a magyar testvéri közösségben fellépett, és azzal, hogy 45 után igen, hitt benne, hogy lesz egy nemzeti, demokratikus, független Magyarország. És ebben osztozott nagyon sokakkal akkor, és ők sokat tettek azért, hogy ne mondhassák most éppen azt, hogy a magyar történelemben hát mindig csak szenvedünk, elszenvedjük, és soha nem csinálunk semmit. Igenis csináltak, nagy küzdelem volt, ráment annak a generációnak a színe java, úgy, hogy gulágra kerültek, börtönbe kerültek, megnyomorodtak itthon, vagy pedig emigrációba kerültek, mint ő is, de neki megadatott az a hihetetlen kegy, hogy részese lehetett, alkotó részese annak is, hogy helyreállt Magyarország függetlensége, és a demokrácia is megvalósult, és ez úgy gondolom, hogy nagyon is indokolt volt egy ilyen személyiség életútján keresztül bemutatni ezt a századot, és szerintem ezt folytatni kellene, hiszen számtalan ilyen nagy formátumú politikusunk van, személyiségünk van, akikkel jobban meg tudjuk mutatni, hogy mi is történt
az emberen keresztül. És bocsánat, hogyha ezt lehet kapcsolni, hogy a fiatalok, a fiataloknak, a diákoknak, az érettségi előtt állóknak, az új nemzedéknek kell valójában ilyen példákat mutatni, ilyen emblematikus figurákat, akik alakítója és elszenvedői is voltak ennek a rendszernek, de ugyanakkor következetesen kitartottak a demokrácia és a nemzeti függetlenség gondolata ellen. És egyébként ezért volt az, hogy pont Horváth János és a Horváth János mentek a bíróságra, vitték őket oda, és ítélték el őket, mert a nyilasok számára is, és a kommunisták számára is a nemzeti függetlenségért való küzdelem az vörös posztó volt. Mert mind a két rendszer a nemzeti függetlenséget elárulta és nem kiárusította. Nem csak a nemzet, magát a független embert, veszélyes volt. Veszélyes volt, a gondolkodó ember. Hogyan élte meg Horváth János 1956-ot? Neki az a fellélegzés volt? Mi volt az, amit legszívesen ebben emlegetett abból a korszakból? Otthon mindig elmondta azokat az eseményeket, amikor például meggyőzni igyekezett a szovjet harckocsinak a vezetőjét és parancsnokait, többeket az Asztóriánál. És kialakult ezekből a beszélgetésekből, hogy kiderült, hogy az orosz katonáknak fogalma nem volt, hogy itt most mi ellen küzdenek, mit akarnak itt leverni, és János bátyám is többet magával ott mondták, hogy hát mi vagyunk a nép, mi lennénk a demokrácia, álljatok át a mi oldalunkra, és ez volt, amikor megtörtént, és együtt mentek a Kossuth térre. Aztán, amikor ugye az AVO elkezdett, vagy az AVH lőni a tetők, akkor bezárkóztak az oroszok is a harckocsiba, és akkor már nem néztek ott se Istent, se embert, de a lényeg, hogy lehetett velük beszélni. János bácsi mindig egy ilyen missziónak fogta fel az egészet. Érdekes két momentum még röviden, hogy az egyik, hogy nekem mutatta, hogy a parlamenti képviselő volt, többször voltam vele az országházba, és hogy az ő a sortüzet hol élte túl, és megvoltak még hosszú ideig, amíg nem volt meg a felújítás, a lövésnyomok az épületbe is, és mutatta, hogy hol húzódott be a fal mellé, és előtte ment el a golyónyom, vagy a sorozatnyom. Egy másik ilyen példa, amikor bent voltak a parlamentben, és ugye Nagy Imre, Maléter, Soláltak, Tildi Zoltánnal ott álltak, és ugye beszéltek, hogy kis kupak tanács volt, hogy hát valakinek el kellene menni nyugatra, elmondani Franciaországba, Strasbourgba, és az ENSZ-be felszólal, elmondani, mi történik most Magyarországon. És akkor néztek körbe, hogy hát ki az, aki tud angolul? És akkor hát János bácsi jelentkezett, hogy én tudok angolul, senki más. Jó, akkor menjél el, te lejárod ezt 3 hét alatt ezt az utat. És elment ugye Bécsbe, Franciaországba, Amerikába, és utána már, amikor november 1-én Kádár eltűnik, majd bejönnek a szovjet tankok, akkor már utána telefonáltak, hogy János már nincs hova hazajönni. És a 3 hétből így lett 41 év. Tehát ő végig misszióként fogta föl segítséget, cserkész, ahol tud segít. Hát nekem olyan történeteim vannak, ugye... Tehát ő gyakorlatilag a forradalom diplomatájaként indult el. Sőt, több volt. Vagy Nagy Imre külügyi megbízottja volt. Van, nem volt akkor idő kormányt alakítani, nem volt külügyminiszter, de külügyi megbízott volt, igen, így van. Tehát ő lett volna, feladata lett volna az, hogy egyrészt ismertesse a világgal, hogy mi történik Magyarország, másrészt meg kérje a világ segítségét, de a világ süket volt. Igen, de van itt még egy eleme az 56-os dolognál, hiszen ugye Horváth János független kisgazdapárti képviselő volt. Bizony. Ugye 1945-ben, és azért mondjuk gyorsan ki, hogy egy olyan kerületben lett nemzetgyűlési képviselő, ahol éppen Kádár János győzi le 1945 novemberében. Tehát 13. kerületről van szó. Tehát azért egy ilyen személyiségről van szó, hogy egy munkás kerületben egy független kisgazdapárti képviselő. Bocsánat, mondták is neki többször, hogy itt akarsz angyalföldön búzát vetni. Igen. Az aszfalton? Igen. Kinevették sokáig, igen. De olyan értékrendje volt a kisgazdapártnak. Pedig hogy... a kisgazdaság nem csupán arról szólt, és a kisgazdapolitika messze nem arról szólt. Nem véletlenül volt polgári párt. Igen, igen. És amikor ugye 1956-ban újjáalakulnak a koalíciós pártok, és újjáalakul a független kisgazdapárt is, ugye Kovács Béla is megjelenik ebbe a folyamatba, aki 1955-ben kerül vissza hosszú évek után a Szovjetunióból, akkor nyilván azok a szereplők és azok a politikusok, akik úgy gondolják, hogy, és köztük Horváth János is, hogy most akkor visszaállhat egy koalíciós kormányzás, akkor nyilván abban a pillanatban megkezdi a politikai tevékenységet. De nem engedem el ezt a kérdést. Igen. Tehát elindul, mint utazó nagykövet, akkor mondjuk így, elindul, mint utazó nagykövet, fölhívni a világ figyelmét Magyarországra, és ez a mondat, ez mindig melbevágja az embert más történetekben is, amikor utána szólnak, hogy nincs hová hazajönnöd.
Tehát ez egy döbbenet, hogy gyakorlatilag úgy veszti el a hazáját, hogy a hazáért próbál dolgozni. Igen. Ez egy tragédia. Ahogy főigazgató úr volt, tehát 3 hétről volt szó, hogy járja végig a nyugati országok fővárosait, találkozzon bizonyos kormányzati politikai körökkel, tájékoztassa őket a magyar forradalom igazi törekvéseiről, hiszen hát olyan dezinformáció volt Moszkvából és a többi szocialista országból, hogy muszáj lett volna első kézből kapni az információkat, de valójában egyrészt már nem volt hova visszajönni, hanem nem volt kivel találkozni Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. Valójában nem tudott olyan politikai közegbe akkor 56 őszén bekapcsolódni, ami érdemben tudott volna segítséget, így aztán néhány nap után vissza is jön, és már Bécsben próbálja az emigrációt szervezni. Nem voltuk fontosak, Károly? De én azt gondolom, hogy ő aztán az alatt a 41 év alatt rengeteg missziót teljesített. Igen, de most a pillanat, ragadjunk meg egy picit a pillanatnál, a forradalmi pillanatnál. Ugye, ami itt elhangzott, hogy gyakorlatilag nincs kivel tárgyalnia. Nem voltunk fontosak? Csak mi hittük azt? Hát biztos, hogy fontosabbnak gondoljuk magunkat, mint ahogy a világ ránk tekint, ez kétségtelen, de én ezt nem mondanám, hogy nem voltunk fontosak. Túl gyorsan történt minden, és ahogy itt elhangzott, sajnos a vasfüggönynek a keleti oldalán voltunk, és az Amerikai Egyesült Államok, ahol vagy Nyugat-Európa, ahol a fogadókészség nem volt túlságosan nagy arra ahhoz, hogy konfliktusba kerüljenek a Szovjetunióval Magyarországért. Ezért valóban nem voltunk olyan fontosak, hogy mit tudom én, egy nagy léptékű konfliktust kierőszakoljanak, de az, amit az 56-os forradalom jelentett a világ számára, az a magyarság egyik legnagyobb teljesítménye, mert fordulatot hozott a világ történelemben. Ezt nyugodtan kimondhatjuk, hogy az addig offenzív marxizmus sokfelé Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, sokféle formában, ez az offenzivitás, ez megszűnt, sokak számára világossá vált, hogy ez az eszme is hibás. Nem csak a gyakorlat, mert sokak még arról se voltak meggyőződve, hogy a gyakorlat is hibás. Mert az amerikaiak kiküldtek egy delegációt 17-ben, és visszajött, és azt mondta, hogy hát a jövőben jártam, elnök úr. A Wilsonnak mondta. Hát szóval... Amikor az ukrajnai éhínség volt, akkor is azt mondták, hogy minden jártam. Tehát azért mondom, hogy ez a forradalom, ez megfordította ezt a trendet, átalakította, hogy aztán hova jutott a világ, az egy másik kérdés, de a lyukas zászlót, és azt a hitet, azt az erőfeszítést, amit akkor a magyar nemzet kifejtett, azt talán mindenhol ismerik, ahol értelmes emberek élnek. Elhangzott ezen a konferencián, főigazgató úr, hogy a magyarok mindig úgy lázadnak, hogy közben betartották, vagy lázadtak, hogy betartották a szabályokat. Ez mit jelent? Hát mindig alkotmányos úton próbáltuk rendezni az uralkodóval, vagy az uralkodó dinasztiával, hogyha a magyar nép számára nem megfelelően kormányozza az országot, vagy vezeti az országot. Nagyon nem akarok visszamenni, de sokszor előfordult, talán a 48-as példa az egyik legjobb erre, ugye az áprilisi törvények után mégsem úgy alakultak a dolgok. Talán már mondhatom, amit János bácsi is mondott, hogy minket elárultak, már akkor is, utána ugye a forradalom. Tehát a magyar népre nem volt az jellemző, hogy kihaigálja a királyokat az ablakokon, vagy lefejezi, vagy giotinnal, vagy gépkarabéllyal, vagy robbantanak, vagy szóval ilyen öngyilkos missziókat hajtunk végre. A magyar nép mindig először tárgyalás útján próbálja rendezni a konfliktusát az aktuális hatalommal. 1956? Itt is erről volt szó. János bátyám ment ki és mutatta ugye azt a 3 nagyhatalom által aláírt plakátot, petíciót, hogy szabad választásokat ígértek, népképviseletet ígértek, és ebből nem lett semmi, és ezért mondta, hogy minket elárultak. De nem adta föl, mert utána akár Harry Trumannal, akár Ronald Reagannel, akár George Bush elnök urakkal jó volt, személyes jó barát volt, és mindig a magyar ügyet, amennyire lehetett, előtérbe helyezte, és azért ez néha sikerült is. Mekkora szerepe volt Horváth Jánosnak, vagy mérhető-e a szerepe a létező szocializmus lebontásában?
Hát mindenképpen az az életút, amit képviselt. Tehát ez a következetes, kitartó, a demokráciát és a függetlenséget a célba helyező elképzelés, és az az emberi tartás, amit ő jellemezte egész életében, ha kellett a nyilasokkal állt szembe, ha kellett a kommunistákkal. Egy igazi 20. századi példakép, én azt gondolom. És egy olyan személyiségnek, hogy Szerencsés tanár is említette, megadatik az, hogy azért, amiért évtizedeken keresztül küzd, amiért bebörtönzik, amiért halálra ítélik, amiért vállalja az emigráció iszonyatosan keserű kenyerét, és haza tud térni. Tehát meg tudja élni azt, amiért ő annyira küzdött és annyira szeretett volna, és itt van három cikluson keresztül a Magyarország gyűlés, nem véletlen mondta szerkesztő, és mi is így fogalmaztunk, legendás korelnöke. Hát itt van az a csengő az asztalon, ami az ő asztalán is ott volt, és ahogy a bejátszásokban is lehetett látni, pártoktól függetlenül, ő egy ikonikus szereplője a 20. századnak, és nem véletlen gondoltuk azt, hogy az ő napokban lenne 100 esztendős, hogy egy olyan konferenciát szervezzünk, és ezért egy köszönetet mondok valamennyi előadónak, akik ugyan történeti dimenzióba helyezték ezt a 20. századot, de minden előadó Horváth János emléke előtt is úgy tisztelgett és úgy beszélt róla, hogy beleszőtte Horváth János életútját ezekbe az előadásokba. Úgyhogy ezért különleges volt, én azt gondolom, és hogy tanár úr mondtad, én azt gondolom, és főigazgató is, ezt folytatni kell, ezt a gondolatsort. Egyetlen egy percünk van. Azon kevés kóborlovagok közé tartozott Horváth János, aki sikerrel tért meg? Aki győztesen jött vissza? A maga szempontjából igen. Azért Ronald Reagannek ő tanácsadója volt, jó barátja. Én nekem meséltem, amikor a limuzinba együtt utaztak a kampányrendezvényekre. Az egy dolog, hogy az amerikai adópolitikát és közgazdaságtan magyarázta ugye Reagan elnök úrnak, de közben a magyar ügyet, az 56-ot, a kommunizmusnak a lebontását és az arra irányuló erőfeszítéseket átadta sikeresen, ha belegondolunk Ronald Reagan politikájába. És ha belegondolunk, hogy akkor kezdődött a teljes lebomlása és eróziója a létező szocializmusnak, ugye a régeri időszakban, akkor bizony sikeres volt. Egyetlen egy mondat. Nagyon racionális ember is volt, és nekem az ragadt meg, amit mondogatott, hogy a tudomány fejlődése, de még fontosabb, hogy a tudomány eredményeit át tudjuk adni a közéletbe, hogy működjön. És ezért volt olyan fontos, hogy ő hazajött mindazokkal a tudásokkal, amit megszerzett Amerikában és a világban, és szerintem ennek konkrét eredménye is voltak. Igen. Sikerrel járt, és jókor jött haza. Köszönöm, hogy eljöttek. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Vasárnap este Keresztes Ildikó színész énekes lesz Sipos Szilvia vendége az Ez itt a kérdés portré műsorában. Tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!